hogy ilyen cementes vakolattal vakolták vissza, amit lehet látni. Tehát az nem előny. Az nem előny, mert ugye nem tud kiszellőzni ez a vályogfal. És akkor azért van ez a felvezetés is mindenhol. Többek között ettől a rétegtől szabadították meg a bátaszéki tájház egyik szobájának falát, megkezdve ezzel az épület felújítási munkálatait. Az 1892-ben épült rangos német parasztház 2000-től működik tájházként a városban, és ad helyet az itt élő három jelentős lélekszámú népcsoport, sváb, széke és felvidéki berendezési és használati tárgyainak, népviseleteinek bemutatására. Bozsolik Zoltán, a Városüzemeltetési Iroda megbízott irodavezetője beszélt arról stábunknak, miért is volt szükség a felújításra. A statikai szakértő megállapította, hogy olyan süllyedések keletkeztek, ami már ugye veszélyes az épület szerkezetére vonatkozóan, és ennek az oka ugye a korábbi 100 évvel ezelőtti hagyományos alapozási munkának, ami szerint ugye nincs megfelelő mélységű alapja az épületnek, és ugye a mostani hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék is károkat okozott az épületben. A Teleki alapítványhoz pályázatot nyújtottunk be az épület felújítására vonatkozóan, és 20 millió forint összegű pályázati forrást nyertünk el. Ezt a forrást azonban az önkormányzatnak még 17 millió forinttal ki kellett egészíteni ahhoz, hogy mindent meg tudjanak valósítani. A több mint 100 éves építkezési stílus és az, hogy az épület országos védettséggel rendelkezik, nem egyszerűsíti meg a helyreállító munka folyamatát. A tájház alatt is ugyanúgy pince található, mint sok épületnél bátaszéken, és ez is megnehezíti a felújítási állagmegóvási munkát, hiszen ez 3 méterrel a terepszint alatt van a pincének a padló síkja, tehát ezt is figyelembe kell venni ahhoz, hogy itt az állagmegóvási munkáknál a technológiát, milyen technológiát alkalmazunk, és ehhez még további előírásokat, ajánlásokat tesz maga az alapítvány egy műszaki segédletben, ami gyakorlatilag a hagyományos építési módoknak a felelevenítése és azoknak a technológiáknak az alkalmazását határozza meg, illetve azoknak az alkalmazásával engedélyezi az épületeknek a felújítását. Eredetileg a hagyományos módon akarták megerősíteni az alapot aláfalazással, azonban ezt mintegy 3 méteres mélységig kellene megcsinálni, egészen a ház alatti pince padló síkjáig. Most azonban módosítási kérelmet adtak be arra, hogy egy másik technikát alkalmazhassanak, a talajba injektálást. A befecskendezett anyag megszilárdul, ami megakadályozza az épület további süllyedését. A munkák körülbelül 2 héttel ezelőtt megkezdésre kerültek, és bízunk abban, hogy a vállalkozó június 30-áig be tudja fejezni, hogyha olyan váratlan esemény nem történik, amit most még nem lehet látni. Jelenleg a csapadék vízelvezetési munkák részben elkészültek, illetve a vakolatleverés és a padlóburkolat felbontása történt meg a mai napig. Ezt követően a falaknak a megerősítése fog történni, acélszerkezettel, illetve az alapozásnak a megerősítése annak érdekében, hogy további süllyedéseket megakadályozzuk. Ezen kívül az önkormányzat még saját forrásból fogja elvégezni az ingatlan előtti ároknak a burkolását, hogy a csapadékvizek minél előbb lefolyjanak, illetve szükséges a továbbvezetésről is gondoskodni, ami szintén saját forrásból fog megvalósulni itt a Szabadság utcában. A tervek szerint a megújult bátaszéki tájház már idén nyáron újra fogadhatja az érdeklődőket.